Az ukrajnai orosz invázióról tartott virtuális csúcsot Franciaország, Németország és Kína. Arról tárgyalt a három vezető, hogy miként lehetne megakadályozni a humanitárius válság mélyülését. Az eddig orosz barátpolitikát folytató Kína felkeltette a világ figyelmét azzal, hogy a háború helyett diplomáciai megoldásra szólítja fel Putyint. Rigában a NATO főtitkára és az Oroszországgal szomszédos Lettország elnöke egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. A NATO főtitkára arra figyelmeztette az Ukrajnában menekülő civilek elleni támadások elkövetőit, hogy civilek célba vétele háborús bűncselekmény. Az Oroszországgal ugyancsak szomszédos Észtországban a miniszterelnök fogadta az amerikai külügyminisztert, aki az észt fővárosban zárta a balti EU tagországokban tett körútját. Az amerikai külügyminiszter ismét kijelentette, hogy a NATO megvédi minden tagját. Litvánia, Lettország és Észtország népe évtizedeken át megtapasztalta a szovjet megszállást, a fenyegetettség érzését. Minden ország népe maga dönt jövőjéről, ezért kell a világnak megvédenie Ukrajna szuverenitását. Kaja Kallas észt miniszterelnök szerint az Oroszország elleni szankciókat ki kell terjeszteni a kriptovalutákra, az olajra és a tengeri kikötőkre is.